Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer az ember. Magyar hangok. Bozai József, Szabó Ottó, Vitai András, Bolba Tamás, Kocsis György, Hafner Anikó, Bartuc Attila, Jani Ildikó, Beregi Péter, Tahi József. Grafika Jean Barbeau. Írta és rendezte Albert Barrié. 18. rész, 14. Lajos nagy százada. ezerhatszáznyolcvan. Párizsnak 450 ezer lakosa van. A keleti Bastille hatalmas tornyai. Középen a Louvre palota. És nyugat felé minden átmenet nélkül mezőgazdasági vidékek. A király egyedül kormányoz, ez az abszolút monarchia. Ügyes diplomáciája gazdaggá teszi az országot, hadserege dicsőségessé. A nimwegeni béke Franciaország helyzetét szilárdítja meg, a napkirály dicsősége tetőpontjára jutott. Gyerünk! 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 Bravo! Bravo! Csináljunk. Azt hiszem, már nem tehetünk semmi. Jobban tennétek, ha orvosért szaladnátok, ostobák! A gazdám halálában siessen, halálos sebet kapott egy párbajban. Igazán? Kérem a doktor urat, próbálja megmenteni halálos sebet kapott jóságos gazdát. Majd meglátjuk. Há, mi az? Mi történt? Mi ez a robbanás? Nem megy a masina? Mi a csoda? Ó, Istenem, mentsd meg! Ne hagyd, hogy így pusztuljon el! Csak ki tudsz találni valamit, ha jól meggondolod. Ó, jóságos gazdám! Könyörgök, Istenem, tégy valamit, ne hagyj így elpusztulni az én drága jó gazdámat! Mi a súlyos az esehet? Ó, bárcsak igazat szólna az ön szája. Köszönöm, doktor úr, a jó Isten áldja meg! Köszönöm. Siessen már, még meghal! Meghal! Ébredj és menj Péterért, szükségem van két emberre. Megyek. De nem sietnek. A gazdám kileheli a lelkét. A következőt. Fel, gyere gyorsan! Mi történt? Jobban érzem magam. Igen, megmentettük. Nézzük csak, nézzük csak. Keressük meg a táblán. Szaturnusz, vese, tessék. Hogy megköszönjem a kezelésüket. Yeah!
1680. Versailles-ban az építkezés a végéhez közeledik. A király nem felejtette el, hogy 20 évvel korábban milyen szegénynek érezte magát, amikor akkori pénzügyminisztere kastélyában vendégeskedett. Akkor megfogadta, hogy királyhoz méltó kastélyt épített. Most egy kicsit jobbra. Itt, vissza, erre, arra, nem. Most jó, ott marad. Remek. Versailles 1661-ig 13. Lajos kis vadászháza volt, ahová a király szívesen vonult vissza. 6 évvel később már rá sem lehetett ismerni, Le Vau készíti el a terveket. Bámulatos lesz ez a kastély, felségedet irigyli majd az egész világ. Lebrun, a festő, a díszítés minden részletével törődik. Nem, sápad, hiányzik az élénk szín. Én inkább kéket képzelek, sok-sok kéket. Á, a fenébe, mi ez? Jaj, ó, á, jaj, ó. Ó, ne! Le Nôtre tervezi a parkot. Le Vau halála után Mansart irányítja az építkezést. A napkirály most még a Louvre-ban lakik, körülötte nagy tömeg, amelyet nem szeret. Menjünk gyorsabban, gyorsabban, mert nem érünk oda időben, hogy megvetjük szegény gazdában. Gyorsabban, gyorsabban, gyorsabban! Á, itt vagyunk végre! Vajon be, kedves barátom, hogy ez az egész hihetetlen? Jöjjön, jöjjön, siessen, mester, erre, erre tessék, erre tessék, mester! Mondom neki meg, bocsássuk, kedves Martinő! Ájjajjajjaj, nem tud vigyázni, na hát, gyorsabban, gyorsabban, jöjjön, jöjjön, siessünk, erre tessék, erre tessék! Itt vagyunk. Nem tudom, mit csináljak, az eddigi kezelés eredménytelen volt. Miből állt eddig a kezelés? Főleg köpölyözésből. Köpölyözés. De igen, köpölyözünk. Köpölyözés, azt mondtam! És mit teszik a beteg? A csak csipeget. Micsoda? A csak csipeget, ebből, abból egy kicsikét. Igen, értem. Mivel mindjárt egyetértünk, ezen változtatunk. A lövetet kap. Köpölyözésért vágás. Nem! De! Nem! De! Nem! De! Elég! Megfizet még ezért, meglátja! Úgy látszik, rendben megy minden. Ezekkel a nagyurakkal. Barátaim, gyertek gyorsan segíteni! Fogják el azt az embert! Soha! Indulás a kuckóba! Megyek! És húzza meg magát! Igye meg! Egy kis pihenés, és minden simán megy. Mehetünk! Psszt! Kiváló tisztelettel! Nagyurázós ez az út! Örültek!
Kedvesek ezek a vasárnapi vezetők. Ez igazán túlzás, egész egyszerűen szeptelenség. Nem a maguké volt az elsőbség. Álmodom, vagy mi a csoda? Jövök jobbról, maga pedig nem adja meg nekem az elsőbséget. Na hát, ez egy jó, 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 jegyzőkönyvet veszünk fel, és a közegek tisztázzák. Köszönöm. Mi az? Azt hiszed, hogy faluhelyen vagy? Micsoda forgalmi dugót okoznak ezek a birkák is. Asszonyom megtekinti, amit árulok? Igen. Menjetek innen, ne járjatok a nyomomat, tűnjetek el, minél előbb, menjetek innen, eshess! Eröltesse meg magát, szép szőkerceg! Segíteni kell az ifjúságban! Dida-dida-dida-dida, én vagyok a nemes Paprika Jancsi, ha? Én pedig kultusbotra jutottam! Akkor fizess ki az adósságomat, mert aki adósságot fizet ki, az gazdag ember, igaz? Fáj a foga, jöjjön ide, hadd húzom ki most, Izibe, most húztam ezt is, már rágta pestussal! Jaj, te bánts, én se bántottam! Itt a varázs után 20 évesnek érzi magát, aki ilyet iszik. Tessék, uram, próbálja ki. 22, 21, 20! Álmosabb csalom! Sarlatánok, ellátom a bajotokat! Nesze! Még ez így! Nesze! A király poroszlói, meneküljetek! A jó munkához idő kell, és itt jó munka folyik, rövid látóval. Nehéz munka, sokat kell dolgozni. Nagyon nehéz, nehéz munka bizony. Várjon! Várjon, biztos úr! Csak beugrottam ide 3 percre! Mi az? Mit csináltok? Ez az alak megbolondult! Kirúgatom! Vannak összeköntetéseim! Ugyan már maguk jöttek neked! Mondják, hogy én megvan az elősém, hogy ott az állatok! Na végre így né! Achcsi! Itt jönnek! Mint a sima! május 6-án elkezdődik a költözködés a Louvre-ból a frissen elkészült Versailles-ba. Az udvar, a miniszterek, a több ezer tisztviselő, hivatalnok már hozzászoktak ahhoz, hogy kövessék ő felségét, amint egyik kastélyból a másikba költözik. Vincennes-ből Fontainebleau-ba, Saint-Germain-ből Chambord-ba. Néha ki kell takarítani a dolgos és közös kastélyokat. Siessenek, mert elveszítem a türelmemet, és akkor baj lesz! Siessünk, gyorsan, gyerünk, mert elveszítjük a türelmünket! Hé, maga ott siessen! Bepörgünk! Jó! Így van, szalogni ez nem lehet igaz! Úgy érzem, mérgemben elszállok! Éppen az ősömben! Az ősi vázám! Versailles-ban majd más lesz. Lajos sohasem felejtette el, milyen megaláztatások érték a front mozgalmak idején, és milyen veszélyben forgott akkor a monarchia. Követelni fogja, hogy az udvaroncai legyenek állandóan ott. 3000-en szüntelenül keressék az ő felséges kegyeit. Jó lesz. Működik, jár. Na és ez is jó. Az pedig igazán nagyszerű.
Most már nem lehet messze az igazi siker. Ajajajajaj! Mester még a levegőbe repíti a házat. Mester, nemes betege látni szeretné Versailles-ban. Nem megyek. Illetve a pénzzel tudnám segíteni a szerencsétleneket. Jó. Vagyis megnézem, mit tudok tenni. Nem, saját járművel megyek. A nyüzsgő élet a sok művész és tudós révén Franciaország azt a szerepet játsza, amelyet valaha Athén vagy Róma. Mert a király személyének dicsőítésére tülekednek az emberek Versailles-ba. A francia klasszicizmusnak óriási szerencséje, hogy rendkívüli tehetségeket tudott összegyűjteni. Descartes, Pascal, Molière nyitott utat, majd következett La Fontaine, Boileau, La Bruyère, Madame de Sévigné, Bossuet és Racine. Lully az udvari zenekar intendánsa. Nem ezen perc! De igen! Negyed be, kitűnőszer! Hagyjanak engem még! Szárított skorpió és van egy porrátörve hagymával! Ettől gyógyul meg, vegye be! Nem! Nagy szillel van! Már megint maga van itt! Ezt nevesszük szépen, akkor nem fogja semmi birizgálni a fejét. Égyni. Végre! Rendbe jött! A derekam! A derékre az pincebokár is alvadt kecskevér porrá törve, skorpió olajban elkeverve. Köszvényre várjunk csak mi is. Kecske tejtején trágyával keverve, de langyosan. Kecske tejtején trágyával, de langyosan. A nap 14. Lajos jelképe, tehát a napisten mítosza és az Olimposz istenei, akik a versailles-i képek témái lesznek. 14. Lajos a győzedelmes. 14. Lajos az Olimposzon uralkodik, tehát isteni akaratból való király, dicsőítik dalnokai és udvaroncai, a király az átalakuló világtól elzártan él. 1683-ban Sobieski János lengyel király Franciaország szövetségese megveri Bécs alatt a törököket, Franciaország szövetségeseit, a törököket, akik lekötötték Ausztria császárának a seregét, és ez a sereg most jelentősen megerősödik. Ugyanebben az évben meghal a királyné Mária Terézia és Colbert. A baj csak az, hogy a helyükre Madame de Maintenon és Louvois kerül. A király feleségül veszi Madame de Maintenont, akinek csak a kegyeskedés és a politika a szenvedélye. Mindenki meglepetésére Lajos engedvallási fanatizmusának, és visszavonja a nanti ediktumot, a protestánsok szabad vallás gyakorlatát. A következmény, a hugenották százezrével menekülnek külföldre, köztük igen sok derék és vagyonos ember. Megfelelő dicséretet érdemel a király ezért a tettéért. Kiváló emberek, meggyengült Franciaország és megerősödött ellenség, a türelmetlenség mérlege szomorú. 14. Lajos kijelenti, az alattvalók nyugalmát az engedelmesség jelenti. Kisebb bajt jelent a népnek, hogy eltűrje, mint hogy ellenőrizze a királyok kormányzását, még ha az rossz is. A király bírája egyedül az Isten. Mester, keljen fel! Ezt úgy értsem, hogy nem óhajt reggelizni? Mi? Jaj! Patkány, minő bűz, drágám! Tessék, jó ember! Vigyázzat, víz! Hogy van a kicsi? Mm.
Bemegyek a kocsmába, hogy felmelegítsem magam. Mondd alá, írod! Kérem be! Gyere, ülj le, barátom, ma én fizetek. Szép katona lenne belőled, eh? Alá kell írnod ezt a papírt. Na, tölts még egyet. Ne se bajtás. Köszönöm, barátom. Na, még egyet. Köszön, de most aláírod? Szó sincs róla. Gyertek ide! Inni kellene vele, attól megjönne a bizalma. Az igazi gazdagunk, az utána egy gazdagunk. Most aláírja. Írd alá gyorsan. Bravo! Gyere, mehetünk haza. Még ilyen értelmetlen bandátban, jobban! Ezek nem értenek semmit, nézzetek rám egy kicsit! Tegyetek úgy, ahogy én, balgák! Indulással! Megmondtam, ahogy én! A király sorozatos ügyetlen tettei Hollandiában hatalomra segítik nagy ellenfelét, Orániai Vilmost, és rövid idő alatt ellene szövetkezik egész Európa. Néhány kegyetlen tél, és a nyomor borzalmas lesz. A király kimerült csapatai csatangolnak az országban, amely már nem tudja táplálni őket. Néhány hónap alatt a lakosság egytizede elpusztul. A század végén rövid fegyvernyugvás következik, majd a spanyol örökösödési háborúval kiújulnak a harcok. A király mindenkivel összeveszett, bezárkózik a palotába, és hiú hatalmi álmaiba menekül. Ám a körülmények úgy fordultak, hogy aki valaha napkirály volt, mégse érjen olyan szomorú véget. 1711-ben Anglia attól tartva, hogy Ausztria túl erős lesz, ha megszerzi Spanyolországot, kilép a francia ellenes koalícióból. Szörnyűség! Ah. 1712-ben a franciák váratlanul győzelmet aratnak. Tessék! Egy kis segítség! Ajaj, hogy lehet már ezen segíteni? Szeptember 1-én, 72 évi kormányzás után, amelyből 52 évig abszolút uralkodó volt, 14. Lajos meghal. Az ország a zsarnok halála után megkönnyebbül. A nép már régen nem rajong érte úgy, mint amikor fiatalon trónra lépett. Lajos pedig egynek érezte magát Franciaországgal, a nehéz helyzetet is méltósággal viselte, de kapzsisága, dicsőségvágya elzárta a valóságtól. A nép nyomora, a megerősödő Poroszország, Anglia ügyeskedése, hogy Spanyolország ne egyesülhessen Ausztriával, sem Franciaországgal, oda vezetett, hogy a franciák megnyitották az angolok előtt Kanada és egész Észak-Amerika kapuját, és ezt Anglia ki is használta.
A francia klasszicizmus hatása azonban megmaradt. Európa francia módra akar építkezni. A Schönbrunn Ausztriában, a Drottningholm Svédországban, Madrid és Aranjuez Spanyolországban, Pétervár Oroszországban, Caserta Itáliában, a Hampton Court Angliában, Potsdam Németországban mind francia mintára készült. Az abszolút hatalmak eltűnnek, és következik a felvilágosult ész, a tudomány, a szabadság kora. Ennek előfutára volt már Racine, Pascal, Descartes, és a tudomány nagy alakjai közül Spinoza, Leibniz és Newton. Magyar szöveg dr. Hásing Lajos, szerkesztő Kovács Katalin, hangmérnök Bán Péter, rendezőasszisztens Botár Ildikó, vágó Kozma Mari, gyártásvezető Katócs Kati és Fehér Tamás, szinkronrendező Maukner József. A szinkron a Magyar Televízió megbízásából a Mikroszinkron műtermében készült.